Miért lehet fontos a magyar mérnök szakma számára egy ilyen nemzetközi konferencia? Azért, mert a mérnök szakma és a mérnökök a lelkei a magyar építésgazdaságnak, ha lehet így fogalmazni, minden rajtuk múlik, pontosabban rajtuk a legnagyobb felelősség, kicsit pontatlan azt mondom, hogy minden rajtuk múlik, de rajtuk a legnagyobb felelősség, mert ők készítik el azokat a terveket, amelyekbe vagy belekerülnek az innovatív építőalapanyagok, félkész, előre gyártott panelek, elemek, vagy nem, de remélhetőleg belekerülnek, és ők terveznek meg olyan épületeket, amelyeket a modern kivitelezői eljárásokkal meg lehet valósítani. Hogyha ők ezt nem így tervezik meg, akkor maradunk a kőkorszakban, vagy maradunk az építésgazdaság 20. századában, már pedig azt látjuk, hogy az új innovatív megoldásokkal 20-40%-kal csökkenthető a kivitelezési idő, és 20-40%-kal csökkenthető a munkaerő igénye is a kivitelezéseknek. Szóval minden a terveken múlik, és a mérnökök készítik ezeket a terveket. Ráadásul most nem is nagyon van időnk hátralépni kettőt, és megpihenni, és innováción gondolkodni, mert annyi megbízása van a magyar építésgazdaságnak, így a mérnököknek is, de mégis nekik kell bölcsnek lenniük is visszalépni kettőt, és elgondolkodni azon, hogy hogyan tudnak innovatívan tervezni, annak érdekében, hogy innovatívan tudjunk kivitelezni. Köszönöm. Azt lehet látni, hogy a külföldi előadók és a tapasztalatok nagyon népszerűek. A magyar mérnöki tudás is releváns külföldön? Igen, azt látjuk, hogy a magyar mérnöki tudás is releváns külföldön. Elég csak a rendezvény egyik főszponzorára, a Kész Holdingra gondolni, amely több mint 100 milliárd forintos konszolidált árbevételének több mint 20%-át azt exportból éri el, és azokat a megoldásokat, amelyeket a Puskás stadionnál vagy a Duna arénánál alkalmaztak, azokat alkalmazzák Chilében, Brazíliában, az arab világban, vagy akár a balti világban, a Baltikumban, és Oroszországban, és Németországban. Szóval azt látjuk, hogy olyan dolgokat tudunk mi magyarok megtervezni és kivitelezni, amire most a világ minden táján kereslet mutatkozik. Tehát van egy komoly versenyelőnk, és erre a versenyelőre építenünk kell, büszkének kell lennünk, és nekik pedig úgy kell ezeket a termékeket és szolgáltatásokat az exportpiacokon képviselni, hogy tisztában vannak azzal, hogy nem csak magukat, hanem a magyarokat és Magyarországot is képviselik.